Hát sziasztok, már itt is van Windows 10 telepítése. Már ki se írja, hogy Windows 10, mert ez már csak Windows. Mert ugye ez az utolsó Windows, nem lesz több, attól elhittük. De azért tegyük föl, nézzük meg, mi van, sőt, fölteszem 200%-ra szokás szerint a képet, hogy lássuk is, mi van. Sőt, lehet, hogy ez már kilóg, akkor legyen csak 150. Jó. Itt szerencsére nem kell telepítő kulcsal szenvedni, úgyis csak fel akarom tenni, utána törlöm. Mindenféle rendszerünk van. Hát mondjuk legyen pro, ami olyan prók vagyunk, mint a fene. Elolvassuk a licenc szerződést, tehát ebben teljesen egyetértek mindennel. Egyéni telepítés. Kapott 100 GB tárhelyet és 8 GB memóriát. Alapból a VirtualBox csak 2 GB memóriát akart neki adni, de hát szerintem az Windows 10-nél kicsit röhelyes. Lássuk, mit csinál 8 GB-tal. Szokás szerint fájlok másolása rögtön, előkészítés a telepítéshez, molyolás, utána összetevők telepítése és frissítések telepítése szinte rögtön pipa, majd a befejezésnél pár újraindítást végig kell várni, és akkor tök jó lesz. Viszont fájt előkészítése kicsit lassú, vagy nem tudom. Fölteszem közben a felbontást 175-re. Na, az még pont jó, igen. Fura, hogy a 200% kilóg, de 175 még pont jó. Ez a leghosszabb művelet Windows 10-nél. Illetve Windows 10 telepítésnél gondolom mindenki találkozott vele, hogy a telepítés végén egy rakás idióta kérdést föltesz, mert ugye adatot akar gyűjteni. Úgyhogy az alkot majd végignézzük. Na azért annyira nem, mert nem fog itt 20 évig egy 20 órás videót fölvenni, de csak úgy szőr mentén. Na közben el is ért a feléhez szerencsére, sőt több mint a felé, ez már 60%-nál tartunk. És már nem kell sokat várni. Lehetne amúgy valami zene itt közben, ilyen lift zene, vagy nem tudom. Hát mindenki halálra unna a második telepítésnél, de legalább történne valami, és nem lenne egy síri csönd. De szerencsére már 90%-nál vagyunk, és mindjárt kész a fájlok előkészítése a telepítéshez. Úgy előkészítjük őket, mint a fene. Na gyerünk, hát nem most álljál meg. Na még azt a kicsit. Na hát gyerünk már! Előkészítésnál telepítés 0 másodperc, frissítések telepítése 0 másodperc. Mondom 0 másodperc, igen. És jöhet is az újraindítás. Ez a VirtualBox csinálhatna valami normálisabb háttérképet magának, mert ez a kétszínű felhő, ez nem az igazi. Vagy csak nem akarnak grafikusra pénzt költeni. Meg ez a forgás is, aki ezt kitalálta, öcsém. Nem tudom, miért nem tudnak egy százalékot ide tenni, látnám, hogy hol tart. Tehát most az, hogy forog 25-ször, azt nem tudom, hogy hol tart. Felkészülés. Úgy felkészülünk, hogy hú. Ajaj. Annyira dolgozik a számítógép, hogy már nem bírja ezt a telepítést megcsinálni. Már csak azt kéne komolyan, hogy lefagyjon a telepítés VirtualBox-ba, mert akkor sírni kezdek. Ez volt a fenyegetés Microsoft számára. Amúgy eleve is az előbb mutatta, hogy kicsomagolás, meg átmásolás, meg ilyenek, minden pipa volt, és akkor most jönnek az újak, tehát ne hazudjál, Microsoft, tehát szörny. Nem értem, miért nem tudnak egy sima százalékot csinálni, nullától százig. Az előző rész lenne mondjuk 50%-ig, és lent lenne egy csík, és kész. És nem 25 ilyen kis animációt legyártani totál feleslegesen. Szegény Windows így nagyon lassan készül fel. Eltűnt. Azt hiszem most egy újraindítás.
Nem, de igen. De meg is se írta, hogy mondjuk Józsikám újraindítást lesz, nem. Csak egyszer újraindít, az kész. Sőt, már azt se érdekli, hogy mi történik most már. Csak logó, az pörög lent az izé. Kis türelmet. A pörgést fölvittük középre. Szerintem a kis türelem lejárt, úgyhogy haladjunk. Kezdjük a régióval, ez megfelelő lesz. Igen. Egy pillanat. Ez a megfelelő billentyű kiosztás. Igen. Nem akarok hozzáadni, és akkor is hozzáfogadni. Legalábbis, ha angolt teszek föl és magyart, akkor is, na mindegy, hagyjuk. Hálózat. Még néhány fontos beállítást el kell végeznünk. Ja, most be van dugva a hálózat, úgyhogy lehet, hogy rögtön izét akar csinálni. Ó, Isten, varázslatot művelünk a háttérbe. Szóval be van dugva a hálózat, tehát lehet, hogy akar majd Microsoft accountot készíteni, de azt majd meggátoljuk. Ne kapcsolja ki az eszközt, oké. Okay. Sőt, itt még lesz Cortana is. Ki is húzom a hálózati kábelt, ezt kell a fenének. Még néhány dolgot, de be kell állítani. Ne kapcsolja ki az eszközt. Oké. Okay. Végzett. Zseniális. Azt mondja végzett, és akkor továbbra is nézegetjük a pörgőizéket. Ki fogja használni ezt a számítógépet? Én! Ja, ez szó nem kell. Igen, fiókozni akar. Nem akarom engedélyezni. Nem akarom engedélyezni. Ezt sem. Amúgy köszönjük szépen, hogy nem lehet azt váltani, hogy semmit ne küldjétek. Köcsög! Nem. Nem. Egy pillanat, igen, ezt már láttuk az előbb is. Hova tűnt Cortana? Ja, lehet, hogy azért nincs Cortana, mert magyarok vagyunk, és a magyaroknak azt hiszem alapból ki van kapcsolva. Angol Windows-okat szoktam telepíteni, úgyhogy fogalmam sincs igazából, hogy magyarul mi történik. Egy nagy fekete háttér. Ez eltartat néhány percig, ne kapcsolja ki a számító. Azt hittem, hogy az eszközt nem kell kikapcsolni, ez is össze-vissza van. Külön ember folytatta le ezeket a dolgokat, vagy mi? Tehát magával sincs szinkronban. Még ezt a villódzást sem értem, ezt is valaki tudja, miért villódzik itt a Windows, esetleg írja meg hozzászólásba, mert fogalmam sincs róla. Egy animációt csináltak arra, hogy amikor várjuk a telepítést. De miért? Nem értem. Amúgy úgy emlékszem, ez nem fog néhány percig tartani, tehát ez viszonylag gyorsan végigment. Hirtelen átugrik majd az asztalra, ha jól emlékszem. Na, majd kiderül. Bízom mindent ránk! Ez volt az év vicce. Hogy de Microsoft, mindent rád bízok. Mindjárt készen vagyunk. Ó. Oh. Képernyő program kell. Oké, talán később. Hát igen, ez már a valóság, ez már most. Bedugom neki a networköt, hadd örüljön. Bár azt hiszem, visszadob akkor a Microsoft fiókhoz. USB tablet. Ja, hogy én most tableten vagyok, oké. Jaj, ne.
nem akarok mételni, sőt, feladatnéző gomb se kell, sőt, keresés sem kell, sőt, Cortana, igen, alapból eldugja. Hírek és hirdetés, az sem kell. Hát igen, visszatért a start menü, méghozzá hibrid start menü, mert ugye itt vannak a Windows 8-as izéik, ráadásul forognak, amit én utálok, gyűlölök, de szerencsére mondjuk el lehet őket távolítani. De nekem ez a hibrid, ez nagyon nem tetszik, tehát itt is van, meg itt is van, ez kitalálta ki, valami hülye volt szerintem. Mindegy, annyira nem érdekes. Ez a Windows 10 egyik nagy újdonsága, a másik az az idióta kereső, amit kikapcsoltam, most visszakapcsolom, hogy lássuk. Ide be lehet írni mindent, és akkor tök jó lesz. Tehát most beírom azt, hogy update. És ott van, hát ez egyszerűen elképesztő, és lehet is rögtön keresni. Készüljön fel a Windows 11-re! Wow. Kíváncsi vagyok, mit mond rá. Ja, hogy töltsem le, hát akkor nem. És ugye a böngésző is most már az Edge, meg fogalmam sincs, hogy hány pont hányadatok, mindegy, mert úgyis frissíti magát. És itt már minden fog menni, mert beírom, hogy Google Home, bejön. Itt is van felbontásom, kicsit kicsi, ezt megnöveljük. Nem itt. 1600x 1200-re, igen, és leszedjük 100%-ra. Na hát mindjárt jobb. Szóval bejött a Google, most rákeresek saját magamra, hogy bejövök-e. Megtalált! Igen, szóval azért látszik a különbség Microsoft Edge és Microsoft Internet Explorer 11 körül. Jaj, ne. És ugye itt van Store, ez azt hiszem még a 7-ben nem volt, a 8-ban már igen, tehát már appokat lehet telepíteni. Zseniális. Nem tudom, hogy valaki használja ezt, mert én nem igazán ismerek olyan embert, aki Microsoft Store-ból akár telepítene, vagy akár vásárolna. De hogyha igen, írjátok meg, mert biztos van ilyen ember. De nekem ez így törlés, tehát azt mondom, hogy levél az kész, tehát nem is használom soha. Hát meg ezek a csodálatos programok. Visszajött játéknál ez a Solitary Collection, de azt hiszem ingyen, valahogy nem tudom, vagy fizetős, vagy ingyenes, mert nem szoktam ezt használni. Oké, szerzek, köszi szépen. Nem, itt még ingyenesen van. Valamelyikbe fizetős volt talán a Windows 8-ban, de ez nem biztos. Ó, nézzük meg feladatkezelőt, mennyit memóriát használunk. Hát igen, jelentősen megugrott Windows 7 óta. Ja, meg a processzor valamit szerintem frissített, vagy frissít, vagy nem tudom, mit csinál. OneDrive, ah, Isten, ez idiótaság is. Menjél már anyádba. Köszi. Nem megy. Ő akkor is fölteszi. Szóval most a Microsoft ráugrott minden programjával a frissítésre, gondolom. De azért megemelkedett majdnem 2 gigára az alaphasználat. Sőt, hogyha most föltennék ugye drivereket, meg mindent, akkor szerintem az alap már bőven 2 GB lenne, vagy több. És ez Windows 11-nél még inkább emelkedett. Úgyhogy hát végül is ennyi lenne a Windows 10 telepítés. Ja, még azt megnézzük, hogy hány gigát foglal a 100 GB-ból. 81 szabad a 100, a 18-at foglal, hát igen. Az annyira nem ment föl. A memória, hát ez szörnyű. Úgyhogy ennyi lett volna a telepítés. Nagyon nem akarok belemenni a Windows 10-be, azt mindenki biztos ismeri. De tényleg az van, hogy egyre kevesebb dolgot kérdez, csak a végén, meg egyre többet. A telepítés már gyorsan lezajlik, csak a végén nyaggat az ilyen hülye kérdéseivel. Úgyhogy ennyi lett volna a Windows 10 telepítés videó. További jó hétvégét, jó étközbét, jó telepítéseket kívánok!
Találkozunk a következőben. Sziasztok!